Azt írta, hogy a Twitch szervere nem elérhető. És láttam is, hogy elkezdett droppolni, meg is szakadt egyébként a közvetítés. Ez elég durva. No. Úgyhogy így valamit mondott nekünk, de nem figyeltem csak arra, hogy helyesen válasz, vagy hogy menjen a stream. De úgy néz ki egyébként, hogy egész fluid, 60 FPS, jó. Na nézzük, azt mondja. Na, választjuk meg az utódot. Derüljön ki, ki lesz a következő jarl. Eivor! Billy. You look uneasy. Burdened by grief. Drowning in meat. And paralyzed by a sword. I stand between that man and Hjaldr. You stand side by side, Vili. One of you must step forward. My father placed us side by side because he trusted your vision. So what do you see? Hát mi legyen? Legyen ő a jarl. Legyen ő, mégiscsak fiatal, nem? Legyen. I see before me a man full of passion, vigor, and a love for his people. I see a Jarl. Your burden will get easier to bear. Take your father's seat and make it your own. Így van. És lehet, hogy ő nem akarja ezt csinálni, de ezt kell csinálnia. Ennyi. Good. Now let them know, Arstik. People of Hemthorpe, of Ulkethorpe, of Snottingham. Today I pledge myself, as my father was, I shall be your Jarl. Heminger was a hero. Volt olyan lehetőség, hogy mi legyünk. But for the people he led, with Trygvi by my side, with all of you, we will have glory. You have already learned that people prefer short speeches to long ones, Vili Jarl. Take time to wear that title with comfort. My father never swore a formal oath with your clan. There was no need, for you are family. Let it be known, the Hemingers and Clan Raven are true sworn friends from this day forward. You accept? Yes. I accept. Skull. Skull. Well. Be fair. Be just. And call upon us often, Arstik. Na hát ebben a chapterben nem is volt rendtag. I'm sure I will. Vagy ő az. Na, úgy nézett ki, mint hogyha nem volt gyanús az űrge. Na, hát elméletileg akkor most megszereztük az egész északi teritoriumot. Ha minden igaz, menjünk vissza Ravenstrobe-ba és tegyünk jelentés Randvinak.
Uda sokáig tart az a töltőképernyő, nem szokott ilyen sokáig tartani. Hogy valami történni fog mi. Nem, semmi extra. Semmi extraság. Mi van Sigurda? Az égé magába zárkózott mostanában. Good to see you, darling. Hát, hogy majd kéne beszélnünk vele is. I bring fair tidings, Renvi. Himingar Jarl in Snottinghamshire has passed. Milyen jó kis kalapácsa van. His clan remains allied to us. Sad news, but you made the best of it. I saw my old friend Vili on my visit. He's their Jarl now, and he's pledged to aid us in times of need. Na, kaptunk rómateriászot is. Azt nézzük meg, ha minden igaz. I want to see the alliance map. Ebbe az új chapterbe már nem fogunk belekezdeni ma, srácok. Tehát van még itt Gloucester sír. Ez a terület. Hampton sír. Meg Winchester. Szóval ez a három terület van még. Most az a kérdés, hogy vajon... Ugye ki ellen szedjük össze a szövetségeseket? A Wessexi király ellen, nem? Na jó. Ez itt 220-as, ez 250, azt írja. Szóval akkor ez lesz a következő. Bár úgy emlékszem egyébként, hogy ez... Ja nem, ez a Hammondshire, ez lesz a 340-es. Ezek mind alacsonyabb szintűek. Jó. What transpires in Gloucestershire? You may have noticed that Gunnar has disappeared from his forge. He has traveled to Gloucestershire in search of a wife. A wife? A Gunnar, a kovács. He is in love. When did this happen? When doesn't this happen with our dear lovelorn? A kovács szerelmes lett és eltűnt ott azon a részen. He asked you to join him. Join his search for a wife. And see that he does not make a fool of himself. I believe he thinks that your presence would bolster his image. Vicces. Na, pledge. All right, I'll be Gunnar's keeper, if only to bring him back in one piece. Very generous of you. Make for the town of Gloucester. You will find him there. Elméletileg Gunnarral találkozni fogunk ott. Oké. Okay. Jó. No. Ebben már nem fogunk belekezdeni. A kérdés az, hogy Sigurdan mi a helyzet. Hello? Nem akarsz beszélni velem? Még mindig pihened ki a karod elvesztését? Cseobert. Az már nagyon régi levél. Azóta meghalt. Nézzük ki írt. Azt mondja a Birsten. Small gift. Oké, okay, hát ez már elég régi levél. Nézzük a másikat. Vili ez a mostani. Nézzük Vili mit küldött. Jó. Köszönni szépen. Na. Ja, hogy itt vannak. Értem. Ó, küldött nekünk egy baltát, meg egy íjat. Á, ez érdemes a leveleket elolvasni, srácok. Ez így tök jól néz ki. Jó. Nem sűrűn jártam itt ebbe a szobába. Jó, viszont tudunk fejleszteni a településen.
Van elég nyersanyagunk. És pedig Len. Azt. És mi a másik kettő? Erre csak hol vannak? Van ez. Kettő farm. Ah, ez lesz az. Be is jelölöm, mert különben nem fogom megtalálni. Sürgeforgába. A nagy sürgeforgába. Hey, my boy. Igen, ezt nem fejlesztettük föl. Még egy gyújításra nincs elegendő, nyersanyagunk, az a baj. És hiszem el, hogy egy hiányzik. Mert csak 80 van. Jó, hát nyilván itt csinálták, hogy sikerüljön végigjátszani az egész játékot. Na jó, szóval a következő megálló itt lesz. Innen fogjuk folytatni, srácok. Kösz szépen, hogy itt voltatok, kösz szépen, hogy benéztetek, és hát mindenkinek szép délutánt, szép estét, és találkozunk, ha minden igaz, még a héten lesz valamikor, mindjárt pillanat, mindjárt megnézem. Nem is tudom melyik nap, azt hiszem péntekre? Péntekre raktam, lehet, hogy péntekre raktam. Egy pillanat, azt mondja, hogy... Igen, ez volt ma, és akkor nem, szombatra raktam. Szóval szombaton fogjuk folytatni tovább az Assassin's Creed Valhallát, és ezt láthatjátok egyébként, hogy tevékenykedtem egy kicsit. Szóval ezen a részen gyakorlatilag már nincs is mellékküldetés. Elvétve van egy-kettő, amit még nem sikerült megcsinálnom, de például erről lemaradtam, ezt nem tudom, ezt majd utána nézzük a neten, hogy ezt hogy kell megcsinálni. Itt van még egy, ami nagyon kérdéses, nagyon ködös volt a megfogalmazása a csávónak, és nem nagyon értettem, hogy pontosan mire gondol. Egy helyet írt le, de nem derenk, hogy pontosan hol lehet az. Úgyhogy ez, de az összes többi ezen a részen gyakorlatilag meg van csinálva. Ezeket a köves küldetéseket skippelem. Azok nem mennek. Tényleg. Úgyhogy, hogy addig ezeket a mellékküldéket fogom megcsinálni. Elméletileg 400-as szintig el kell jutni. Hát, minimum. Na jó van, srácok, ennyi volt a mai stream. Kösz szépen még egyszer, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Szevasztok!